Majd megnézem már, hogy... Ne nézzek ki, ugyan. Hát... Akkor megjött az ihlet, nem volt nehéz. A múltkor ígértem nektek, hogy... Hogy... Ugye Nuvoláról meséltem egy kicsit. De hát ez csak egy szelete annak, amit ez a fantasztikus ember, aki igazából feltalálta a modern autóversenyzést. Nem, felhúzom az ablakot, mert jön a vihar. Szóval az csak egy szelete annak, amit az az ember véghez vitt. Ugye azon fölül, hogy motorkerékpár bajnok volt, a seregbe mentő autót vezetett, de olyan gyorsan ment, vitte a sebesülteket, mint a ganáját, hogy egyszer felre is álltak. És azt mondta, eltanácsolták aztán az autóvezetéstől, mondták, hogy inkább ne üljön soha többet autóba, hogyha egy mentőautóval se bír. Szóval a nevéhez kötődik amúgy egészségetekre. Nevéhez kötődik, amit simán csak minden idők legnagyobb győzelmének hívnak. Meg is fogjátok érteni, hogy miért. És valószínűleg... Megjöttek a szomszédom. Valószínűleg egyet fogtok érteni vele. 1935-ben járunk. Július 28-án rendezték meg a német nagydíjat. Most azt kell tudni, hogy 1935-ben ugye a nácik voltak hatalmon Németországban. Nagyon erősek voltak, mindenki fél tőlük, félelmet gerjesztettek, erőt mutattak, 35-ben rúgták fel a Versailles szerződést, 35-ben jelentették be az önálló Luftwaffe megalakulását, szóval nagyon lovon voltak, minden hatalom náluk volt, Hitler volt a kancellár, ők voltak az uralkodó párt, rengeteg pénzt fektettek be a fegyverkezésbe, illetve abba a technológia fejlesztésbe, amivel demonstrálták volna a német felsőbbrendűséget. Képzeljétek el, hogy évi 250 ezer birodalmi márkát, ami elképesztően sok pénz, évi 250 ezer birodalmi márkát toltak bele a frissen, az Autounionbe és a Mercedesbe, már nem azt mondom, hogy frissen megalakult, de akkor már létezett, az Autounionbe és a Mercedesbe, ugyanis nagyon fontos volt nekik, hogy a német felsőbbrendűséget megmutassák olyan területeken is, amik ugye világszinten figyelmet kaptak, meg figyelem említésre méltóak voltak, és rengeteg ember nézte, ugye gondoljunk itt főleg az autóversenyekre, de mondjuk 36-ban rendezték meg a berlini olimpiát, ugye is Jesse Owensre emlékezünk meg egy pillanatra. És ezért rengeteg pénzt toltak bele az új nagy teljesítményű versenyautók fejlesztésében, a monoposztókében, ugye még nem volt túl öreg kategória az egyszemélyes versenyautóké. Mercedesnek ott volt a W25-ös versenyautója, ami egy elképesztően modern, 4 literes, soros, 8 hengeres, kompresszoros motorral szerelt, über csúcs technológiájú versenyautó volt, független első kerékfelfüggesztéssel, lengőtengelyes hátsó kerékfelfüggesztéssel. És ugye ott volt a friss Auto Union, ahol Ferdinand Porsche tervezte meg azt a 16 hengeres Auto Union, az most szerintem Tipo B volt, ami akkor 35-ben tényleg nagyon-nagyon előremutató volt. Ugye középmotoros, 16 hengeres, kompresszoros, elől-hátul független kerékfelfüggesztéssel mindent megnyertek abba az évben, mind a hat fontos versenyt behúzták. Egyrészt ugye rengeteg autó volt, rengeteg autót futtattak, és hát olyan nevek versenyeztek ott, mint Rudi Caracciola, Achille Varzi, Fagioli, Hans Stuck, Bernd Rosemeyer, Manfred von Brausich, szóval elképesztő, a legnagyobb neveket szerezték meg a versenypályákon, és taroltak az ezüst nyilak, ugye az Ilberfejlek, meg az Autounionok. 450-470 lóerősnek mondják őket. A valóságban igazából alulról karcolták a 400 lóerőt, de nagyon fontos tudni, hogy az akkori csúcs teljesítmények ilyen 260-280-300 lóerő körül voltak, rettenetesen gyors és modern autók voltak. És így érkezett el az 1935-ös német Grand Prix ideje, ami nagyon-nagyon fontos volt a németeknek, mert hazai pályán akarták bebizonyítani, hogy mindenkit le tudnak győzni,
még a híres Ferrari-t, a híres Alfákat, Maseratikat, brit erákat, mindenkit bele tudnak döngölni a földbe. Gondoljatok bele, hogy közel 300 ezer ember ment ki akkor a Nürburgringre, arra a versenyre, nem a hétvégére, arra a versenyre ment ki annyi ember. A náci párt legfelsőbb vezetése is ott volt. Hitler nem volt ott, de figyelemmel kísérte a versenyt, ugyanis Manfred von Brauchitsch volt az, akibe a leginkább bízott. Német ember, német autóban ráadásul, katona családból származott az apja, aztán azt hiszem a marshali rendfokozatig vitte a Wehrmachtnál, és nagyon-nagyon nyerni akart, és hát nekik állt a zászló. Velük szemben ugye felvonultak, legtöbb privát versenyző volt az Erákkal és a Maseratikkal, egyedül Enzo Ferrari nevezett be három Alfa Romeo Tipo 3B-t, vagy P3B-t, ugye a B volt már a továbbfejlesztett változat, de ezek ekkor már elavult autók voltak 35-re, hiszen 1932-ben versenyzett velük először, vagy nyert velük először Nuvolari, azt hiszem olasz nagy díjat. Gondoljátok bele, ilyen fél elliptikus laprugókon gurult, régi módi, köze nem volt azokhoz a modern autókhoz, vagy a modern konstrukciókhoz, amiket a Mercedes vagy az Auto Union képviselt. Annyit tudták csinálni, hogy a németek nyomasztó fölényét megtörjék, ugye Vittorio Jánó, János Viktor volt a zseniális főkonstruktőr, egyszerűen egy elképesztő figura volt. Annyit tudták csinálni, hogy az alapvetően 2.9-es motort felfúrták 3200 köbcentire, és ugye ez egy soros 8 hengeres motor volt, két 4 C-t láthattátok is az egyik Speedzone epizódban egy ilyen autót. Két 4 C-t ráktak egymás mögé, ugye egyenként 1750 köbcentik voltak, vagy még kevesebbek, és ugye két kompresszorral fújták meg, valamint az első felfüggesztést, azt lecserélték a független dubonet, vagy duboné típusú kerék felfüggesztésre. És akkor elérkeztünk a verseny hétvégéhez, szakadt az eső. Körülbelül 18 fok volt akkoriban ott az Eiffel-hegységben, és szakadó esőben, ugye úgy volt a sztori, hogy szombaton az időmérők, ezek nem hivatalos eredmények voltak. Szombaton az időmérőkön, ugye az esőben Nuvolari a második helyet szerezte meg. Az első helyen, gyerekek, azt hiszem Rosemeyer volt, nem is. Ki is volt? Várjunk csak. Vagy von Brauchitsch. Nem tudom, második lett Nuvolari, ugye három autót indított a Ferrari, nem is ez volt a lényeg, hanem hogy kiderült, hogy a mérlegelésnél ugye 750 kg volt a minimum súly. A mérlegelésnél szinte az összes német autó nehezebbnek bizonyult egy picit ugye az üzemanyag töltet. Miért? Hát azt tudni kell, hogy 22 kört kellett megtenni ezen a pályán, ami 1935-ben nagyon máshogy nézett ki, mint manapság. Szóval a vonalvezetése hasonló volt, de azért nulla biztonság mellett mentek. 174 kanyarban volt akkor a Nordschleife-n. Ugye vagy a Nürburgringen. Nézd meg, hol volt akkor a Nordschleife. A Nürburgringen. És 22 kört kellett megtenniük. És túlsúlyosnak bizonyult az összes német autó, meg még egy pár másik is, és akkor ráfogták, vagy hát kiderült, hogy hát hibás volt a mérleg, de akkor már nem volt mit tenni. És először úgy akarták eldönteni a right pozíciót, hogy egy gyorsulási versenyt rendeznek az 1,4 kilométeres zűdkurvához vezető egyenesen, ha jól emlékszem, igen. Viszont ezt nehezményezték a pilóták, mert hát nagyon felborult volna az erőegyensúly. És erre azt mondták a szervezők, akik amúgy hát annyira náci volt az egész, hogy még a plakáton is, hogyha megfigyeltétek a bevágásba, ugye ott volt a birodalmi sas von Brauchitsch mellkasán, meg a Hakenkreuz, meg a minden. És a nacionalszocialistische Kraftstoffart, mi is volt, szervezet, korps volt a lebonyolítója a versenynek, meg a német autóklub. Úgyhogy ilyen full piros-fekete volt az egész sztori. Na és akkor szombat visszatér az időmérőhöz, akkor abban maradtak, hogy sorsolni fognak. Nuvolari a második helyet húzta ki magának,
És akkor felvonultak az ezüstnyilak, ugye összesen 9, több mint 9 autó volt, de 9 autót neveztek, ugye voltak még pótautók is. Ugye a Mercedes 25-ösök között Rudy Caracciola, Luigi Fagioli, Fagiolinak mondjuk, ott volt Geyerő, egy fiatal német volt, talán Bernard, valami ilyen nevű Geyer. És Lang. És hát akkor ott voltak az autóuniónok, Achille Varzi, ott volt Hans Stuck, az öreg Hans Stuck, ott volt Paul Peach, ott volt, ja és természetesen ott volt von Brausic a Mercedesnél, Rosemeyer, aki ugye tanulmányautót is nevezett el az Audi, bocsánat, még nem hittem el. Felvonultak ezek mindjárt 9 gyönyörű szép ezüstszínű német autó, esélyt nem hagyva másnak. Ott a német vezőrkel előtt. Elkezdett száradni a pályát, elállt az eső a Wrightnál. Stuck autója, meg egy másik autóunión, meg nem mondom már ki, beragadt. Stuckére is csak azért emlékszek, mert azt hiszem Rudolf Friedrichnek hívták a szerelőjét, aki ugye az volt, hogy kicsit előrébb gurult, ezért vissza kellett tolni, és akkor lefulladt a motor. Stuck felemelte mind a két kezét, integetett, de elrajtolták, előtte már Friedrich beszaladt, ami rettentő veszélyes volt, és ott próbálta tolással beindítani az autót, ugye nem volt nehéz az egész kocsi, 750 plusz-minusz pár kiló volt, nagyon nehezen kerülték ki őt a többiek, gondoljátok bele, hogy verték fel a vizet, borzasztó kipufogó füst, meg minden, és azt hiszem valamelyik csapattársa, meg nem mondom már, eltalálta a szerelőt, arrébb lökte Friedrichet, koponya alapító rész szenvedett, és az egy óra a verseny rajtja előtt ki is esett neki, őt az Adenauer Hospitalba szállítottak, és négy hétig ott is maradt. Na de elrajtoltak. Ugye azt kell tudni, hogy bár körülbelül 110-120 lóerővel volt gyengébb Nuvolari autója, ugye ez az Alfa Romeo, de sokkal könnyebben vette fel a fordulatot, mint a nagy, hosszú löketű német autók, ezért sokkal fürgébb volt. A dupla kompresszornak köszönhetően ugye nem lépcsősen töltött a motor, hanem négy hengert töltött egy-egy kompresszor, úgyhogy jobban ugrott, jobban gyorsult. És hát állt a víz a pályán, és Nuvolarinál senki nem tudott jobban menni a vízen, mert egy isten volt amúgy. És sokáig, ugye múltkor epizódban elmondtam nektek, hogy ő találta fel az erőcsúsztatást, a kanyártechnikát, tulajdonképpen a driftelést, de nem csak ezt, hanem ő találta fel, ő kezdte el először használni a kanyar érintőjét. Ugye ő kezdte el az ideális ívet is ez az ember találta fel. Az apexet, az érintőt a kanyárnak. És ezt nagyon sokáig nem tudták tőle eltanulni. Ezért tudott sokkal gyorsabb lenni többek között másoknál is. No, de itt ugye ott volt egy 120-130 lóerővel gyengébb avittas autóval, és rögtön a Wright után az első helyre állt, de aztán, utána kell néznem, hogy ki volt az, aki megelőzte. Caracciola volt, igen, mert Stuckla ott még az első sorban, őt ki tudta kerülni mindenki, kivéve nyilván a szerelője ráfadott, és Rudy Caracciola volt az, aki megelőzte a Mercivel. De ott volt Nuvolari a második helyen, sokkal erősebbek voltak a Mercedesek, viszont, meg ugye az autóniak, viszont nagyon küzdöttek a tapadással, és azzal, hogy folyamatos slipbe volt a kerék, nagyon-nagyon koptatták a gumiaikat. Ugye ők jellemzően a legjobb Engelbert gumikon mentek, ezek voltak akkor a legjobb versenygumik, illetve Dunlopokon. És mentek Nuvolari a második helyen, ugye 22 kilométer volt egy kör, és azt hiszem rögtön az első körben, a Bergwerk nevű kanyárban, ami egy éles jobbos, föl a hegyre, ott Nuvolari megcsúszott, bepördült az autója, hirtelen szembe találta magát mindenkivel, és lefelé, és le is fulladt. És mivel de szerencséje volt, mivel dombon volt, ezért lefelé gurulva, szembe a többiekkel, be tudta röffenteni az autót, megfordult, viszont visszaesett a 6. helyre.
És akkor onnan a hatodik helyről kezdte el magát visszadolgozni úgy, hogy a tizedik körben már vezetett. Már ő volt az első. Ugye 22 körös a verseny. A verseny felénél se járunk még. Nuvolari vezet a sokkal gyengébb Alfa Romeo-val. Mindenki mögötte, az összes német nagy autó ott van mögötte, ugye ki kellett állni tankolni, gumit cserélni, főleg gumit cserélni. És igen, vezetett. És ekkor jött a box kiállás. Nuvolari kiállt, és hová is várjál, 8. vagy a 6. helyre. Igen, kiállt, és egy üzemanyag szivattyú, amivel ugye tankolták volna a kocsit, eltört benne ez a kis szállítókerék, és mire kézzel megtankolták kannákból az autóját, veszített 2 perc 14 másodpercet. Ez rengeteg sok idő. Rengeteg sok idő. Gondoljátok bele, hogy az Monakóba 2 kör több manapság. Veszített 2 perc 14 másodpercet, míg megtankolták kézzel az autóját, elúszott a verseny. Ott vagyunk a 11. körbe, visszaestél a 6. helyre, a világ leghosszabb pályán, úgyhogy előtted 6 erősebb autó van. És akkor jött Nuvolari. Ugye azt tudni kell róla, hogy Nuvolari nem szerette a nácikat. Nagyon bizonyítani akart. Pedig a verseny előtt nem sokkal, illetve a 35-ös szezon előtt, vagy a futam előtt nem sokkal, maga Mussolini járt közbe Enzo Ferrarinál, hogy már pedig Nuvolarit nevezni kell a 35-ös német nagydíjra, mert szeretett volna borsot törni Hitler orrá alá Mussolini. És bár Ferrari mindig is távol tartotta magát a politikától, Nuvolari meg azt abszolút végképp, ő egyáltalán nem szimpatizált ezzel a sztorival, de már ezt látjátok a végén is, de igazat kellett adnia Enzónak abban, hogy nagyon más nem lett volna képes. Eddigre már az első 3-4 körre már csak Nuvolari maradt az egyedüli Alfával. Minden ketten kiestek, azt hiszem, fú, ki volt még ott. Brivio meg Chiron. Louis Chiron. Ugye róla is Bugattit neveztek aztán el, a tanulmányautót. Hát nem is, van is. Szóval addigre már csak Nuvolari maradt, de 2 perc 14 másodpercet szeret össze egyedül a boxba, visszaesett a 6. helyre. És akkor elkezdődött a varázslat. Még mindig áll a pályán, ugye ezt tudni kell a Nordschleiféről, hogy vannak olyan részei, hogy nagyon-nagyon sokáig megmarad a víz, meg egyes részein tud esni, máshol meg nem. És akkor azt hiszem, hogy is 10. kör. Úgy jött föl a 2. helyre a 10. körtől a 21-ig, hogy megelőzte Caracciolát, Stuckot, Fagiolit, Rosemeyert pedig a box utcában, és a 2. helyen találta magát. És ahogy elszáguldott, az emberek számolták a lelátókon, gondoljátok bele, 35 márka volt, birodalmi márka volt a helyjegy, 20 márka volt a nem számozott jegy, 3 márka volt az ülőjegy, és 1 márka volt a belépő. És képzeljétek el, hogy 40 ezer birodalmi márka volt a fődíj, plusz volt a Führer Price, az még 20 ezer birodalmi márka volt. És azt, mert hát tudták, hogy a németek fogják megnyerni, és akkor már német pilóta kapjával. És elszáguldott von Brausich a 22. körre elől a V25-ös 8-hengeres kompresszoros Mercedes-szel. Az ember, akinek ezt meg kellett nyernie, a német pilóta, a német géppel, katona család, igazi. Több mint, hogy is volt? Tudta, hogy jön mögötte Nuvolari, folyamatosan tájékoztattak, ugye úgy volt, hogy telefonos posztok voltak a pálya körül, és a telefonon hívták be a box utcákba, illetve a pálya szélén is tájékoztatták a pilótát akkoriban. És akkor 35 másodperc múlva
várták az emberek, hogy mi lesz, 35 másodperc múlva azt látták, egy üvöltő motorral, összehúzza magát a kormány mögött, jön a sárga póló, 35 másodperccel a fombrás is után, és megfagyott a lelátó. Mert tudták, hogy valami iszonyú nett támadó pozícióban van a Nuvolari, valami eszement tempót diktált. A hatodik helyről végigelőzte a legnagyobb német tehetségeket. Ezek mind top überstar pilóták voltak, németek, olaszok, franciák egyaránt. És von Brausic elment, látta, hogy az első gumiai még rendben vannak, a jobb hátsó is rendben van, de a bal hátsó gumiának ugye a közepén már látszott, feltűnt egy fehér csík, már el volt teljesen kopváz, már vászon volt a gumivásznezás. És tudta, hogy fogynak a gumiai, nyomta, mind a süket volt, úgyhogy 1 perc 9 másodpercet ornázta fel az előző körben még az előnyét, de nagyon-nagyon csúszott már a bal hátulja a Mercinek. És akkor elszágódott Nuvolari, és csönd lett a lelátókon. Az emberek így, én nem hitték el, hogy basz meg, ez itt van a második helyre, és az utolsó kör. És jön, nyomja. Összehúzza magát ott. Gondoljátok be, 42 éves volt akkor Nuvolari. A csúcsán volt jó formán a karrierjének, és érezte a vérszagot. Ő akarta ezt. És hogy mennyire akarta, az már kiderül a végén. És a karusszel előtt volt az, hogy von Brausic bal hátsó gumia, aztán végképp leszakadt róla a futófelület, és Nuvolari ezt írd és mond a helyi szemtanúk alapján, ugye ő visszaemlékezésük alapján tudjuk, hogy a karusszelben előzte meg alul, és elment mellette, és befutott az első helyen, úgyhogy von Brausic ki is esett, második helyen Stuckert be, több mint 2 perccel Nuvolari mögött, és 8 nagy német autó előtt ért be ő. Ugye akkor tudni kellett, hogy az Autounion előző 2 futamot nem teljesítette, ők furrá dolgozták az autót, a Mercedes pedig több mint 1000 kilométert tesztelt egy héttel a verseny előtt ott, a Nürburgringen. És a 9 nevezett német autóból csak von Brausic is esett ki. Bejött Nuvolari első helyen, addigra a német felső vezetés már távozott a pályáról. Mögötte 2 perccel meg Stuck, és egy másik 7. Ez is nyíl. Valami egészen elképesztő. Gondoljátok bele. Annyira nem voltak a németek felkészülve erre, hogy legyártottak egy hatalmas nagy serleget. Gondolván arra, hogy a Langalét a német pilótáknak majd milyen jó fog kinézni a lelátón. Akkor a nagy volt a serleg majdnem, mint maga Nuvolari. Nem is bírta a feje fölé emelni, nem is emelte a feje fölé. Nem volt bekészítve olasz himnusz. Egyáltalán. Csak a Deutschland über alles volt bekészítve, és akkor itt jön Nuvolari, hozott magával egy Marcia Reale másolatot, ugye az volt az olasz királyi himnusz, azt hiszem, 1861-1946-ig ő hozott magával egyet, mert biztos volt benne, hogy győzni fog. Ez ekkora figura. És mert látjátok a végén volt egy fantasztikus kép, amikor ott áll Nuvolari ezzel a hatalmas nagy serleggel, úgyhogy porbálázta lényegében a náci gépezetet, és mindenki zighálózik körülötte, ő meg csak így integet. Úgy csinál, mintha, de így látszik, hogy igazából csak integet az éjjelzőtömegnek. És ezzel, hogy egy totálisan esélytelen, régi, sokkal gyengébb autóval megverte az akkori csúcs technológiának számító 2 nagy pénzzel kitömött német csapatot, ahol tényleg nem a Z kategóriát verte meg, hanem a világ legjobb versenyzőit, a világ legjobb autóiban, a világ legtöbb pénzéből építve. Na ezzel beírta magát aranybetűkkel a motorsport történelmében. Ezért hívják ezt minden idők legnagyobb győzelmének. 300 ezer német, meg az egész náci vezérkar előtt ott verte meg őket otthon, az öreg, piros, kompresszoros Alfa Romeo-val. Ilyen piros volt mi, mindez a pillantás itt. Egészségedretáció, legnagyobb. Berakok majd ide, hogy milyen hangja volt ennek a kocsinak. No!
Hát ennyi. Ja, és hazavitte a 60 000 birodalmi márkát.